Ez a Kirándulás című, amikor Zakopanér tengeri szemhez mentünk kirándulni, akkor kb. Ilyesmi élményeim voltak. Na, úgy képzeljünk el, hogy fentről lefelé már ide rogtam ezzel a vastagdrug segítségével a felvető fonalakat, de ők még lötyögnek, és ahhoz, hogy feszes legyen a felvetés, akkor ezt kell elmozgatni párhuzamatosan bal jobb oldalon. Ezt présnek nevezik, hogy lejjebb engedem prés segítségével az alsó henger, és akkor a feszültsége egyre erősebb lesz. Vigyázni kell, hogy ne pattanjon szét. Ez morális munka. Sokáig tartott, én nem vagyok gyors szövő, sose voltam, elég lassan szövök a többiekhez képest, főleg hát van egy pár gyors szövő mester, hozzám képest két-háromszor gyorsabban megcsináltak volna ezt, én 2,5 éve dolgoztam rajta, 6 négyzetmétert csináltam, és elég sűrű felvetésű. 4-esnek nevezünk, az jelenti, hogy 1 centibe 4 felvetőszál van, és azok közt kell beszűnni, hát most már elég vékony fonalat, és az 6 méteresen kell megcsinálni. A másik nehézsége ennek a munkának volt, hogy először csináltam ekkorára nagy méretet, és a következő nehézség, hogy az akkori mesterem Pintér Éva, azt kérte, hogy tükörképpel szök, ez a klasszikus módszer. A tükörkép az jelenti, hogy háttól csináljak meg, hogy előre lógjanak azok a szálak, amit utána levágjuk, ez a suba, és a bábuk, a fonaltekercsek előre lógjanak. A képet csak ritkán láthassak, amikor sétál a szövőszéken a munka, néha-néha visszatekerek, leszedem a karton hátulról, és akkor láttam, hogy mit csináltam, meg így valóban nem is láttam a képet, amit csináltam. Művészek országa. Az ének cím azért volt, mert hogy mintha énekelnének saját magukról, a művész világáról. És ott mutattam az én számomra a legfontosabb művész ágazatokat, a festészet, vagyis a képzőművészet, a zene, a színpad. Ott van a tánc, még a bohóc. A bal oldalon van egy lepkeszárny, amelyek úgy néz ki, mintha mező lenne, és fölötte 2 nap van. Az egyik nap az az igazi lenne, a másik nap az a nap, ami a megígérett földek országába süt. Vagyis a képzőművészeti országába, és ez a lepkeszár, ez a megígérett földjünk, mint a boldogság. A lepke azért, mert a lepke, mint a boldogság, csak megérinti minket és elrepül. Amikor kicsi voltam, Batumba találkoztam a nagybátyámmal, az apukám testvérével, mert ott a Fekete-tenger partján élte a Claudia nénink, és ott találkozott az egész családunk, és a Valagya bácsi hozta a vásznakat, és festett, én meg ilyen, nem tudom, 4-5 éves voltam, néztem, úgy tetszett, nagyon tetszett. Én is kezdtem rajzolgatni, ő segített, pasztelképeket festett, emlékszem, hogy úgy rögzített, hogy nem volt igazi rögzítőszer, a fixatíva, vette be szájába Moszkovszkaja vodkát, és fújta rá. Utána nyílt. Nagyon finom festmények voltak. Úgyhogy én beleszerettem a képzőművészetbe, csak amikor
Befejeztem a 10. osztály, és kellett persze, hogy akartam főiskolára menni, mert kitűnő eredményekkel végeztem a 10 éves iskolát. Akkor a képzőművészetre nem mertem jelentkezni, mert oda csak zseniket vesznek fel. Akkor javasoltak külföldi továbbtanulás, és itt történik nagyon érdekes dolog, hogy én nagyon féltem otthon Ukrajnába vagy Moszkvába jelentkezni a képzőművészeterit. Elmegyünk barátnőmmel, Tamarával, ő most nagyon híres ruhatervező az egész világon. Kimegyünk Lengyelországba. A férjem is külföldi diák volt Lodzba, politechnikára járt, és mi olyan különleges kollégiumban laktunk, ahol lakták tiszta dílis diákok, mindegyik emeleten más téma volt. A külföldi diákok lakták ott, a zeneiskola és a képzőművészeti. Nagyon érdekes, izgalmas élet volt. Régi stílusú épület, ahol a folyósokon az elején volt egy ilyen elég nagy tér, ahol kirakták pingpongasztalakat, és ott tanultam meg pingpongozni. Mai napig imádom, csak nincs kivel. És a magyarok nagyon jó pingpongozók voltak, főleg a Csabika, a férjem. Vele is medre jobban ment, és akkor engemet is bevették a csapatba, pingpongozhattam már a jobb csapattal, Csabikával is, de a magyarok nagyon szerették sört inni, és az üvegekben volt, és egy nagy pingpongozás közben Csabika vágott. Leesett az üveg, ő belelépett, mert hogy papucsba pingpongozott, folyt a vér, én odaugrottam, és hát el kellett látni a sebet, és így ismerkedtünk meg. Ilyen egyszerű. Volt egy korszak, amikor a legfontosabb volt gobelin, de én nem vagyok folikárpitas. A diplomám divattervező vagyok. Lengyelországban végeztem képzőművészeti főiskolán Lodzba, ruhatervező lettem volna, így is kezdtem a pályámat, még az első kiállításaim ruhatervezésről szóltak, divattervek, még ilyesmi, kivitelezések. Diruvánál dolgoztam 11 hónapig, de ott inkább bérmunka volt, úgyhogy nem volt rám nagyon szükség. A folikárpit az úgy mindig mataszkált a fejemben, mert úgy tetszett nekem. Szerelmes voltam benne ebbe a technikába, még az egészben, ami a forró, úgy kirakják ezt a folikárpit. A főiskolán mindig bejártam a barátnőm műhelyébe, akik szőttek, és néztem, lestem a technikákat. Egy kicsit ki is próbáltam ott. És csak utána, amikor Nyírik házan úgy nem sikerült igazából elhelyezkedni, mint a ruhatervező, nem sikerült labdába rúgni sehogyan, elkezdtem ösztönösen csinálni azt, ami nagyon tetszik, volt szabad időm, és akkor kezdtem tanulni magamtól a folikárpit technikát. Magyarok azt szokták mondani, gobleny, mondom, gobelin. Hát az gobleny. Hát nem, ez nem ugyanaz, ez teljesen két más fogalom az én számomra. A folikárpit, klasszikus neve gobelin franciául, az a francia gobelin folikárpitas mester neve, amelyiket adták a folikárpitas műhelynek, és attól a folikárpit a gobelin. Magyarországon gobleny, arra a műfajra használják, amikor hímzünk a képeket, kereszthímzés. Az egy kicsit más, az is nagyon időigényes, nehéz csinálni, sok idő kell hozzá, de ez másik műfaj.
mögöttem lévő Danute ablaka az íves belső keretem, ott Danute a legkedvencebb litván gobelin művész. Olyan gyönyörű munkái vannak, és ezt az ablak keretet tőle kölcsönöztem, ezért Danute ablaka. És a belsejébe, az ablakába van, mintha víz felület, de most ez szövési technikával készült. Lehet, hogy nem annyira sikerült, hogy azonnal látjunk, hogy ez víz felülete, és körülötte próbáltam vízi növények, vízi lények világát ábrázolni egyszerűsített módszerekkel, mert hogy a folikárpitban nem lehet nagyon realisztikusan mutatni, és hogyha sikerül is, akkor inkább ilyen 16.-18. századi világát mutatna modernebb eszközökkel, az inkább ilyen naivitás felé kell vinni, és akkor modernebb lesz azt, amit hát én is jobban úgy szeretem, ilyen egy kicsit butácska is naív legyen a folikárpit ábrázolása, ami benne történik, valahogy kedvesebb nekem. Olyan nagyon fotószerűen, realisztikusan nem szeretem ezt csinálni a kárpitba. Amikor Csabika elment, vagyis elment a másik világra, valahogy nem voltam abban a lelki állapotban, hogy nem tudtam hozzákezdeni munkához. Igen, emlékszem egyszer, akkor mégis megpróbálok valamit festeni, elkezdem festeni valami. Na, valami nőt festek. Szerettem a női fejeket rajzolni, festeni. Elkezdtem a vászonra elég nagy méretű valami női fej lett volna, és utána arra ébredek fel, hogy az én vagyok. És a tekintete olyan tragikus és olyan fájdalmas, hogy az a depresszió, amelyikben éltem, az a fájdalom ott ki van öntve a vászonra, és ha azt csinálok tovább, még rosszabbul érzem magamat. Szóval nem gyógyítás volt, hanem a fájdalom mélytése. Úgyhogy én azt letörültem gyorsan, és többet nem akartam hozzáférni, és az, hogy akkor nem nagyon tudtam alkotni. Nem ment nekem. Van Gogh könyvből is olvastam, hogy a mesterek adták neki tanácsot, hogy ne csinálj a bűvészetből szent dolgot. Szerintem ez nagyon helyes hozzáállás. Ez nem kell úgy szentelni, hogy ez a legfontosabb. De valakinek úgy tűnt, hogy az vagyok, mert az egyik ismerősünk, amikor nézte a műhelyemet, az mondta, hogy Ludmilla, te annyira szereted ezt a művészetet, ezt a képek csinálását, hogyha lesz világháború vagy atomrobbanás, akkor is fogsz ott dolgozni a műhelybe. Hát ez inkább tréfa volt, mert annyira mélyen nem ismerte engemet, mert most néha, amikor történnek ilyen dolgok valahogy, az nem viszi a lábamat a műhelybe. És mi a vezetőerő lehet az egészbe? Hát maga a természet szerintem. Maga a természet a napsütés, mert ha nincs napsütés, nincs a kedvünk is. Fel kell töltődni, és utána van kedvem a színekhez, a formákhoz, valamihez. Bekapcsolom a zenét, és akkor egyre jobban érzem, hogy valamit még lehet csinálni.